Paródia kötet után ezúttal egy regénnyel jelentkezett Bödőcs Tibor. A népszerű humorista könyve nem csak egy stand-up show, hanem látlelet is Magyarország elmúlt évtizedeiről. Vendégünk Bödőcs Tibor. Akinek nagyon köszönöm, hogy eljött, és tegeződni fogunk. Mert igen, hogy... hiszen régen ismerjük egymást, igen. Bár nem is emlékszünk, hiszen... Ez így van, egyikünk sem emlékszünk rá, de Eiffel-társak voltunk. Elvileg igen. És mégis egy év kellett, hogy elgyere. Mert ennyire utálsz szintén jutani? Nem, hosszabban kérettem magamat szerintem. Nem, én emlékszem, hogy pont egy éve kerestelek először. Igen. Szóval, hogy ennyire utálsz interjút adni? Hát nem utálok, csak jobban szeretem paródiákon keresztül, könyvön és stand-upon keresztül a világról való nézeteimet, vagy meglátásaimat, élményeimet megosztani. De most ez olyan jól sikerült, emberekkel. Hogy ugye holnap könyvemutató, vasárnap szavazás, igen. Most meg kampányzáró. Szóval igen, ez ezt egy nem tudtuk, amikor elvállaltam, hogy ez lesz. Tehát nem direkt volt, nem akartam a saját kampányomat rá húzni az országos kampányra. Pedig mi lesz? Winkler Nórával beszélgetek, Turóczi Szabolcs barátom felolvas, majd himnusz, székelyhimnusz és Adide a Didit. Ez és lesz a szavazás? A Margó Fesztiválon. Igen, és szavazás. Utána... Én Bucsú Szent Lászlón szavaznék, de nem biztos olyan állapotban leszek, hogy lemenjek, de nem is baj, hiszen csak a Gyuszi indul Bucsú Szent Lászlón polgármesternek. Mi a programja Gyuszinak? Sétáló Buda, Bucsú Szent László. Neki Bucsú Szent László az első, úgyhogy ha visszalép saját maga javára, akkor is nyerni fog. És ha csak ő szavaz, és senki más, akkor is nyer. Aha. Azt hiszem. Akkor mikor voltál utoljára? Búcsukkor 2 héttel ezelőtt. 2 héttel ezelőtt. Ők mit szólnak ez a kampányhoz? Vagy így mi utál? Melyik a könyvemhez vagy a... Bocs, de először... Jaj, hát hagyjuk az aktuálzéhez. Ezt mutatót hagyjuk, nézzük a történelmet. A könyvemről szeretnék. Hát voltam a kocsmában, nyilván megvannak a lövészárkok, a szekértáborok, és megy a szólnak a fegyverek szóban, úgy értem, természetesen. Aha. Aha. Jó, és a könyvedhez? Azt még nem olvasták, hát az most jelent meg. Mert hogy ugye ez a második könyved, amit így nagyon röviden összefoglaltunk a nézőknek, hogy egy Magyar Oszkár nevű zalai hőse van, aki festőművész szeretett volna lenni, de ez egy baleset következtében nem jön össze, ezért szóba festő. Ezt már mindenhol leírták azért. És egy Gyöngyi nevű kocsmárosnak mesél az életéről, és Ferusnak, aki a stand-up estjének fontos szereplője, neki ajánlottad, aki már nem élhette meg azt, hogy ezt olvassa. Igen. De ha olvasta volna, szerinted mit szólt volna? Hát felismerte volna magát, lobogtatta volna, de persze nem ő róla szól, Bovariné én vagyok, mondta Flaubert, de ki volt Flaubert, ezt nem tudjuk. És a könyvben, csak hogy mit szólnak majd a könyvhöz, hát direkt nincs kimondva, hogy Bucsú Szent László, mert ez nem is Bucsú Szent László, hanem egy ilyen fikcióval kevert Bucsú Szent László, ahogy Fellini sem mondja az Amarcord-ba ki, hogy Riminiről szól. Ugyan sem mondom ki, hogy Bucsú Szent László, csak hogy ilyen szerény hasonlatokkal dolgozom. Igen, nagyon szerény. Tehát ez egy saját élményekből, de fikcionálva összegyúrt történet. Úgyhogy ezért nem Ferus a főszereplő neve, mert az nem lett volna igaz, és akkor hazamegyek és elásnak. Tényleg? Ennyire szigorúak? Hát ott kemény világ van, Bucsú Szent László. Nagyon-nagyon szereted őket. Ez annyira átjön minden során, hogy ezeket a hősöket te nagyon-nagyon szereted. Hát egy részüket igen, akiket nem, azokat... Nem a képviselőkre, és a ábrázolom a könyvben. Igen. És Rész Pál mondja a Bokáig Pezsgőben, hogy a részvét hiányzik neki a kortárs irodalomból, hogy nincs részvét az emberek iránt, és ezt hát remélem én próbáltam megvalósítani. Van ebben egy ilyen... Hát, megvalósítani, ez milyen hülyeség? Tehát, hogy érzek részvételt. De ez érződik. De ebben van egy olyan szándék, hát mint olvasó, van egy olyan szándék is, hogy egy picit a budapesti, az értelmiségi, a nagyvárosi olvasóhoz közelebb hozni a vidéket, amiről nem, azért... Ilyen szándékokkal nem lehet leülni reggel írni, hanem az életemet próbáltam megérteni, lehet jegyet váltani önmagamba, ahogy József Attila írja, tudott, Verdota Györgyhöz is jártunk, gondolom. Igen, tényleg, oda is ezek szerint. Úgyhogy nem, ez inkább egy ilyen önmegismerés az írás, tehát nem nincsenek ilyen szándékok, hogy a budapestiek, még nincs is ilyen, hát olvasók vannak, emberek vannak, és nem így gondolok rájuk. Téged ott, amikor tudják, hogy ennyire szereted őket visszafelé, hogy viszonyulnak hozzád a helyiek? Hogy, hát tőlük kéne hogy megkérdezni, csodabogár, vagy mit érzel? Elfogadnak, hát kérdezgetnek, hogy mi volt az ATV-ben, meg hogy terhes az Emília, azt már mondták hetekkel ezelőtt, tájékoztattak erről. Hát jó, mert úgy nem nézel ATV-t, nem nézel híreket? Nincs tévém, és nem itt, de elláttam már, YouTube-on feldobja mindig. Hát a buborékomban benne van az Egyenes Beszéd is. Helyes, helyes. Többek között.
És akkor hogy néz ki ez a buborék? Tehát mondjuk egy stand-up, ugye új Ja, hát nekem stand-up est nagyon is lesz. nagy buborékom van, mert hogy én anyaggyűjtés szempontjából mindent nézek, tehát nem zárkózom el egyetlen szekértábortól sem, meg tehát néven trash szempontból nézek sok mindent, de nézem. Mi Már alapján? most a könyvhöz nyilván nem aktuálpolitikát követtem, hanem Mi alapján átlag. szelektálsz? Tehát, hogy mi az, ami már befér egy stand-up estbe, ami gondolom valamennyire azért maradandó sztori kell, hogy legyen, és mi Hát az, van ami kihullik? egy pár perc, ami az aktualitásról szól, tehát tegnap előtt bementem a színpadra, akkor nyilván azzal kezdtem, hogy hogy lehet az Adide a Didire Igen? működni, mert hogy én ezen akadtam ki többek között, szóval van ilyen Téged se réteged, de csak korrupciós pár... szál fogott meg? Dehogy nem, hát épp ez az, hogy ebben azért van egy ilyen a Facebook világban ez a lincselés hangulat, szóval mégiscsak egy statárium volt, tehát az is törvénytelen, hogy valakit kitesznek intim helyzetbe, de közben meg már ugye nagyon elege van a Facebook népének, és akkor ez egy ilyen hát, problémás eset nyilván, jogilag mind a két oldalról, és nem is a jaktos jelenet a probléma, hanem a szántóföld, csak az meg úgy nem, az nem jön át úgy. És amikor mondjuk egy ilyen borkai sztorit olvasol, akkor vagy bármilyen más ilyen ügyet, akkor dühös, vagy felháborodsz, Persze, vagy szakmai szempontból nézed, hogy na ezt akkor először hova és felháborodok, olyan. Majd a humor alkimiájának a segítségével stand-up-pá párolom a dolgot. Tehát a színpadon már nem dühönge, nem kell meg vagdalkoznom, hanem vicces módon ábrázolnom, ami zavar, és akkor a nézők is kicsit megkönnyebbülnek, vagy jól, legalább az a 70 perc az életükből kiszakad, és jól érzik magukat, majd a katarzis során megtisztulnak. De ez nem azt jelenti, hogy ezzel megbocsátunk, vagy elsiklunk, mert jó lenne a következményei lennének a korrupciónak mind a két oldalon, lásd a kispesti hangfelvételt, tehát ott is másnap le kellett volna mondani, visszavonulni, és itt is. Csak az indulat miatt, hogy a könyvre visszatérjünk, csak pár sort idéznék, hogy mennyire nyíltan írod bele ezeket a szereplőket, akik a mindennapjaink részei. A kicsi beszélt a tévében, a miniszterelnök, ő, aki elhozta a magyarok közé a fortyogó gyűlöletet újra, szépen becsomagolva. Hepciáskodni nagyon tud, de közben ők gazdagodnak a gázos lőrinccel, nem én. Aztán máshol írod, a saját plébolyoknak terülyasztalka van, hotelek reggelire, újságok ebédre, kastélyok vacsorára, aztán egy szinten lejjebb megyünk egy megyei képviselőhöz. Ő az első ember a megyében, aki ha megszólal, elsötétül három megye, mikor beszél, disznófül, porc potyog a szájából. Erre büszke vagy, erre a mondatra. Látom a tekintetet. Kiragadta az összefüggéseiből ezeket a mondatokat, hiszen Hortitól Kádáron át a rendszerváltó elitről is sok szó esik, csak hát nyilván most ezt ragadtuk ki, de hogy meg azt szerettem volna, hogy megjelen, mert hogy ma játszódik a regény, tehát igen, ma beszél, igen, majd tegnap előtt a pultnál állva Oszkár, ezért nem lehetett kihagyni a kicsit sem, mint ahogy az elmúlt 30 évet sem, illetve az elmúlt 50-100 évet. Mert hogy voltak nagyszülei, akik elmondták neki az életüket. Azt téged bánt, hogy azért általában inkább az aktuál politikára kérdeznek rá nálad, hogy az mennyire falsősen szerepel? Nyilván, hogyha ide jövök, akkor ez benne van. Hát azért akkor, általában megkérdezik. Igen, az életművemnek egy része ez, ami fontos része, de nem csak erről beszélek. Sem a stand-upban, és a könyvben meg pláne nem erről van csak szó. Tehát rengeteg réteg van. Van egy művészregény, van egy alkoholizmus történet, a könyvben van egy társadalmi rétege is. A művészettörténeti részhez, mert ugye tényleg festőművész szeretne lenni Oszkár, rengeteg képet elemzel meg festőt, ahhoz te külön képezted magad? Hogy igen, mert én nem voltam ennyire művelt, mint Oszkár, akit kitaláltam, ezért együtt szereztük meg ezt a tudást. Igen, nagyon. Tavaly nyáron kezdtem el intenzíven olvasni ehhez, és akkor olvastam festészettörténetet, festőéletrajzokat, Bródi Sándor Rembrandtját, ami egy hatalmas mű, egy novellafüzér, meg mindenfélét néztem, előadásokat, képeket, és én itt gondolt róla Oszkár, szóval ez egy ilyen folyamat volt. Nagyon... De hogy tudhat-e ennyit egy szobafestő mázoló volt, aki ezen fel. Nem akartam megkérdezni, mert ezt tudom, hogy megkérdezték tőled, de hát akkor válaszolj a saját kérdésedről. Igen, de hogy most hozott a taxi, mert ugye Németh Sándor küldött értem taxit. Mindenkiért küldünk azért. Ezt, hát tudom, hát kisztesi módon, hiszen minden ember. Szóval a taxis idáig a numizmatikáról beszélt nekem. És az, hogy szobafestő mázoló tud mindent a Picasso-ról, az szerintem nem annyira meglepő. Aha. Én találkozom ilyen emberekkel, hiszen most 20 perccel ezelőtt a Marcus Antoniusról beszélt hosszan a taxis idefelé. Azt téged zavar? És hogy Szent István visszavonatta a pénzt minden úrnapján,
és akkor ezt be kellett fizetni adóba, mert elveszett volna az értéke, ezt most tudtam meg például. És ezek a tudások neked értékesek, vagy van az a pillanat, amikor hát zavar, hogy igen, az arcommal fölismernek, és akkor mindenki nem, mesél, pont az és jó, azt nem várja, hogy... Nem tudta ő, hogy könyvet írtam meg, hogy ki vagyok szerint. Nem tudta, hogy ki vagy. Nem tudom, hogy tudta, de ez egy informatív taxis volt. Tehát ez ilyenkor bekerül az körülöttem keringő űrszemétbe, vagy a spájzba, vagy a padlásra, és akkor ezt majd lehet, hogy egyszer felhasználom ezeket a fordulatokat. Mert az élet inspirál leginkább, persze sokat olvastam is ez a könyvhöz is, meg egyébként is, de hát az épp azért van, hogy ne ugyanúgy csináljam, meg hogy ki hogy építi a formát, de igazából az élet inspirál. Olvastam egy korábbi Narancs interjúban, hogy volt még olyan céges rendezvény, ahol Csányi Sándor és Mészáros Lőrinc együtt Igen. hallgatott téged, csak hát szerinted nem hasonló mélységében értették meg az elmondottakat. Bárhonnan, máshonnan jobb oldalról jött visszajelzés? Bármelyik, hát azért plegykák, az Orbán, az nézték. Áder paródia, azok elég erősek, és felszántották az országot. Igen. Onnan... Hát szokták kérdezni, hogy félek-e, de attól félek, hogy a poén nem fog működni a következő műsorba, de az, hogy ennek következménye lesz, attól nem félek. Demokratának lenni annyi, mint nem félni a más véleményűektől, és remélem, hogy ők se félnek tőlem. De ezt most azért nem ironikusan mondtad. Nem, mert nyilván jobb lenne olyan miniszterelnökről paródiát csinálni, aki utána nem azt kérdezik mindenki, hogy még szabad lábon vagyok. De hát ez meg a helyzetet minősíti. Lehet, és az is, hogy ekkorát szólnak a paródiák, ez sem rajtam múlik, mert én azt hiszem, hogy amihez értek, vagy amit szeretnék csinálni, azt teszem, és akkor ez így csapódik, lehet ez már nem az én felelősségem. Azt mondtad, hogy nem kell félni, de ugyanakkor azt is olvastam, hogy volt már olyan talán Kecskeméten, ahol hát egy ilyen eléggé mondva csinált okra hivatkozva mondtak le előadást. Hát és a technika ördöge az néha hát de egy évre előre a technika ördöge. Igen, de hát most majd megpróbáljuk megint, és hát már megjavult a rendszer. Hát árammal dolgozunk, ki tudja, lehet, hogy azóta megszerelték. De tényleg a ezen kívül nem volt soha olyan, hogy hát nagyon a piacról élek, szóval jönnek a nézők, és... Mondjuk az énekesek is a piacról élnek, aztán halljuk, hogy nem hívják fellépni. De hát még nem tudom, még biztos ez be van mérve potméterekkel, hogy mi lenne, hogyha nem engednének fellépni, az lehet, hogy többet ártana, mint amennyit használnak. Nyilván ez ki van számolva. Még egy idézet, nem fogom lelőni az egész könyvet, de amikor azt írod... Igaz, hogy Turóczi Szabi hangjára írodott, de próbáld így, meg. Sorry. Milyen a magyar nép lelke? Egy helyütt erről beszél Oszkár, és azt mondja, hát olyan, hogy Sofit szív még, de már Marbis dobozban tartja, tehát, Igen. hogy Marlborosban. A szalmaláng lélek, azt hiszem Babics írja ezt. Szerintem vettük, igen, de hogy ugye azért egy más generáció vagy, mint a főhős, meg azért a követőid egy része is, ez még mindig ugyanilyen szerinted? Ja nem, mert ez a 90-es évekről szól ez az idézet, úgy emlékszem, hogy a 90-es években volt, aki már még Sofit szívott, de Marbis dobozba tartotta. De az egész könyvnek azért nincs egy optimistább kicsit. De van egy ilyen, többet mutatunk, Marbis dobozzal járunk, de Sofink van benne, nem? Sőt, hát kap a dohány, ja, és egy ilyen jó. Sőt, hát szellemileg ugye tehát a hardware Marbis doboz, és közben meg kap a dohány, és tubák, és nem tudom, mik vannak, ugye Adidit visszatérve. A gyerekeidnek, akikből most már három van, de még azért nem tartasz kövér Lászlói szinten, mit mondasz majd így erről az időszakról, vagy számukra szerinted mi a perspektíva? Mert így nagyjából kb. Azt szoktuk. A nagyobb gyerekkel, akit üdvözlök innét is, mert bekapcsolták az igen, ilyenkor most lehet. Megszakították a sauna bárányt és minket. De azt mondtad, nincs tévétek. Vicceltem. Figyelünk. Na szóval mit mondasz nekik? Mert általában azt szokták mondani így nagyjából ebben a lufiban, ahol így élünk, hogy na, az értelmiség menekíti ki a gyerekeit. Te nem menekíted? Nem menekítem, hát én menjenek el ők, ahogy Petri György mondta. Szóval, hát én itt a hegyes halomtól Záhonyig, ugye? Igen. Uh-huh. Addig értenek, meg kicsit Londonba páran, azok most átmennek el itt a Amsterdamba a Brexit miatt. Mindegy, szóval, hogy a nyelv börtönébe zárva itt tudok fellépni és alkotni, írni. Hát nem tervezek ilyesmit, ez a kérdés. Meg majd, amit kérdeznek, arra fogok válaszolni. Adom a könyveimet nekik esetleg, de hát majd olvasnak mást is, reméljük. 37 vagy, reméljük nem volt itok, mondjuk 10 év múlva. Mi a perspektíva abban, amit most csinálsz? Tehát, hogy még egy könyv, még néhány stand-up, mikor 10 év múlva ne ez a dal legyen egyrészt. Hát 10 évre nincs tervem, 10 éves terv. De... Jó, csak annyira tudatosan építed ezt a Bödöcs brandet. Ez nagyon... Hát nagyon. De nem,
nagyon látszik, tehát hogy figyelsz arra, hogy ne kopjál, megnézed tényleg, hogy hova mész. Mert nem azt tudom elképzelni, gondolom, hogy az időmet nincs egy arra kell szánnom, hogy alkossak, meg a gyerekeimnek szánom ezeket a leggyönyörűbb éveket, amiket velük tölthetünk. Szóval szívesebben vagyok velük, mint egy stúdióba. Értem. De mindjárt megyek. Mindjárt, még pár másodperc. Egy stand-up este mikor vagy elégedett? Tehát, hogy mikor érzed azt, nagyon hogy ritkán. Ez most így? Teljesen nagyon ritkán. Közben vannak részeredmények, amit torzan élek meg belülről, aztán, hogyha visszahallgatom, akkor teljesen más az élmény, szóval... De mire figyelsz? Mi a sikerkritérium? Nyilván annál több, hogy hányan hát, minden mondat egy hiba lehetőség, és hát hibázok is. Persze nem biztos, hogy észreveszik, csak én nem lehetek elégedett, szóval nem. Én ez az állandóan korrigáló, fejlesztő típus vagyok. Uh-huh. Na most aztán tényleg lejárt az időnk, de köszönöm tényleg? Szépen. Tényleg? Azt hittem, most kezdődik a beszélgetés. Köszönöm szépen. Hát gyere gyakrabban, és akkor majd az időérzék is. 10 év múlva. Köszönöm. Más fogok mondani.